Figyelem, Paks 1-es szabadtéri tűzesethez. Ezzel a televíziónk által készített kisfilmmel szeretnék a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai és a paksi hivatásos tűzoltók felhívni a lakosok figyelmét a szabadtéri tüzek, bozott tüzek megelőzhetőségére. Kitől mástól, hanem a hivatásos tűzoltóktól leghitelesebbek ezek a tanácsok, úgyhogy nagyon érdemes meghallgatni. Itt készült egy kis videó, mi múlt héten csütörtökön Pakson forgattuk a paksi hivatásos tűzoltókkal, és 6 pontban összefoglalják a legfontosabb tudnivalókat a szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatban. Akkor a tüzet gyújts, amit kezelni is tudsz. A tüzet soha ne hagyd felügyelet nélkül. Mindig legyen a közeledbe elegendő oltóanyag. Mindig gondoskodj a tűzirányításához szükséges kézszerszámról. Feltámadó szél esetén azonnal osd el a tüzet. A tüzelés befejezését követően gondosan osd el a tüzet. Akadályozd meg a visszagyulladást. Köves Péter szerint most nagyon időszerű ezen intelmek megosztása, hiszen május 23-áig meghosszabbították azt a kormányrendeletet, amiben a zöld hulladékok elégetését településenkénti szabályozással engedélyezik. De egy grillezés is tartogathat ilyen veszélyeket. A kis videó nagy sikert aratott a közösségi médiában. Ez a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a Facebook oldalára, a közösségi oldalára került fel ez a kis videó. Ez szombaton látott napvilágot, így a publikum előtt is. Nagy lelkesedéssel fogadják egyelőre, amit visszajelzéseket így mi is tapasztalunk. Nagyon sok emberhez sikerül eljutni, és ami nagyon fontos, hogy a fiatalságot is meg tudjuk így közelíteni ezeken a csatornákon keresztül. 2021-ben eddig 57 esetben vonultak a Tolna megyei tűzoltók szabadtéri tűzesetekhez. A videóban említett 6 pont betartásával viszont ezek nagy része megelőzhető lett volna.